Köszöntöm nézőnket, itt vagyunk a Kártai Gábor Kórházban, beszélgető társam dr. Nagy Mihály főigazgató, és azt hiszem, hogy duplán boldog, hiszen az év nagyon jól indult, erről fogunk most beszélgetni, hiszen a harmadik helyezett lett a kórház az év kórháza pályázaton, és több olyan pályázat is van, amiről eredményesen tudunk beszámolni. Először is kezdjük ezzel a szép elismeréssel, amelyet a héten vettek át. Igen, ez igen nagy öröm volt számunkra, hogy a Patika, házipatika.com szakmai fórum, ez egy internetes oldal, ahol ilyen gyógyszer, egészségügyi kérdéseket vitatnak. Ennek van egy ilyen mozgalma már évek óta, vagy szervezése, hogy meginterjúvolja, megszondáztatja a lakosságot, a betegeket, hogy melyik kórházról mi a véleményük. És tegnapi napon a Tudományos Akadémia Székházában Budapesten vehettük át ezt a díjat. Az év kórháza pályázaton a harmadik helyezést értük el, amit én úgy gondolom, hogy nagyon sok apró dolognak köszönhetünk, de leginkább a betegeinknek, a lakosságnak, mert ránk szavaztak. Több mint 42 ezer szavazat jött ránk, ami én úgy gondolom, hogy figyelembe véve azt a 90 ezer körüli lakosságot, aki 2012-ben hozzánk tartozott, ez igen szép arány. És hát azt hiszem azért mondjuk el, hogy azért is szép arány, mert a Hetényi az picit azért hátrávégzett, ők 21. helyen végeztek ebben a rangsorban. Én úgy gondolom, hogy hát nyilván az egész arról szól, hogy egymást méregetjük. Hisz az életünk egy verseny, mindig próbál az ember jobbat, szebbet, ügyesebbet teljesíteni. Én úgy gondolom, hogy nem vallunk szégyent, mert akikkel a három első helyezettek közt, akikkel versenyeztünk, az Országos Kardiológiai Intézetek az első lett, a Kecskeméti Megyei Kórház a másodikként, és mi harmadikként, én úgy gondolom, hogy ez egy igazán elismert és akceptálható társaság, tehát mi ennek nagyon örülünk a kollégáim nevében. Egy másik jó hírról is számoljunk be, hiszen majdnem 131 millió forint támogatást kapott évvégén a kórház a kormánytól. Mennyi ez a pénz pontosan, és mire fogják fordítani? Ez valóban majdnem 131 millió, 130 millió 900 valahány ezer forint. Ezt elsődlegesen számlák kifizetésére fogjuk fordítani, tehát gyógyszerbeszállítók, közüzemi szolgáltatók, hál' Istennek nagyon kevés tartozásunk van közüzemi szállítók felé, inkább gyógyszerbeszállítók, műszerbeszállítók, közreműködő cégek, energetikában közreműködő cégek, tehát gyakorlatilag az adósságainknak a rendezésére, tehát amik 30-60 napnál régebbi számlák, azoknak a lenullázására kívánjuk használni, tehát ezzel egy kicsit könnyebbíteni a kórháznak azt a terhét, amit minden egészségügyi intézmény hord a hátán. A szavaiból ítélve gondolom nem fogja megmondani a pontos összeget, de ennek akkor ezek szerint esetleg a többszöröse is jól jött volna most. Én úgy gondolom, hogy ez már egy jelentős tétel a mi adósságállományunkban. Igazából ha ennek a dupláját kaptuk volna, akkor már a fejem se fájna semennyire se, de így is hatalmas összeg, és így is nagyon jelentős bevétel az intézmény életében, és én úgy gondolom, hogy a pénzügyi egyensúlyunkban maximálisan nagyot fog lendíteni, és valóban, amit az egészségügyi kasszától kapunk ezután majd bevételt a betegforgalmak után, azt még többet vissza tudunk forgatni valóban a betegellátásra, a közvetlenebb betegellátásra. Nyilván ezek a számlák is a betegellátással kapcsolatban születtek, hiszen energetika, világítás, földgáz, gyógyszerek, kötszerek, vegyszerek, tehát ez is. De szeretnénk még többet fordítani arra, amit a betegek közvetlenül is éreznek. Azt hiszem, hogy még egy másik jó hírt is el tudunk mondani, hiszen több pályázat is eredményes volt, itt az előbb elmondta nekünk, erről is számoljunk be akkor nézőinknek. Igen, tehát nyilván az, hogy megkaptuk ezt a harmadik díjat, elnyertük ezt az elismerő oklevelet, amiben még egyszer a lakosság szavazatát nagyon köszönöm, illetve köszönöm a munkatársaim munkáját, hiszen ez egy kollektíva, több mint 600 embernek a munkáját értékeli ez a civil kezdeményezés. De ez innentől fogva egy feladat is, hogy ennek meg kell felelni. Úgy néz ki, hogy a szerencse csillagunk még nem áldozott le,
és ez ügyben tudunk tenni továbbra is magunkért, a betegeinkért, a dolgozóinkért. Két támok pályázatot adtunk be, melyet az év végén sikeresen megnyertünk. A támok 622 pályázatban 125 millió forintot nyert a kórház, dolgozói átképzés, beteg edukáció, tehát beteg kapcsolatkiépítés, szakmai ráképzések, a szakmai végzettségek elmélyítése, tehát mindaz, ami a szakmai életet még pontosabbá, precízebbé tenni. Egy másik pályázatban, 624-es támok pályázatban pedig 50 milliót nyertünk arra, hogy új munkaerőt vegyünk föl, új dolgozókat, főleg olyan területekre, amik eddig vagy hiány szakma volt nálunk is, vagy pedig a beteg igény nőtt meg annyira, hogy kell ilyen szakembert keresnünk. Például kardiológus, kardiológiai rehabilitációs szakember, logopédus, mentálhigiénikus, amik így elsőre talán úgy tűnik, hogy mit is miért is kere, igen, de mint tudjuk, hogy a kardiológiai osztályunk indult, tehát oda szakembereket kell verbúválni. Sajnálatos azt kell mondani, hogy Karcagon is rengeteg a szívérrendszeri beteg, tehát nem hiszem, hogy vitatkoznunk kell arról, hogy kell-e kardiológus a városba, több ember. Nyilván a mentálhigiénikus, a logopédus pedig egy másik nagy betegségcsoport, tehát akik mentálisan, szellemileg vagy károsodottak, vagy nagy isten agyvérzésen estek át, koponyasérülésen estek át, és ugye ott kell, hogy a pszichéjüket, a beszédkészségüket javítsuk, ami szintén a gyógyulásokat, a visszaintegrálódásokat a társadalomba nagyba segíteni ezeknek az embereknek. Ez egy kicsit talán nem volt annyira eddig az egészségügyben fókuszban, de ha már valakinek volt a családban ilyen hozzátartozó, akkor nagyon jól tudja, hogy rengeteget tud segíteni egy ilyen szakember. És akkor ezeket a pénzeket mikortól lehet felhasználni? Már használjuk. Tehát ezeket a pénzeket gyakorlatilag már bizonyos részét lehívtuk, mert ugye ezekkel már vannak olyan jogi teendőink, közbeszerzés, dokumentációk előállítás, ami költségben kerül. Tehát ez a pénz már rendelkezésünkre áll. Most a héten érkeztek meg azok a iratok, amelyeket az ETI felé, tehát az Egészségügyi Továbbképző Intézet felé kell majd benyújtanunk, ahol már konkrétan XY dolgozónak a továbbképzés, így, hogy kire fordítjuk, ki kapja majd azt az ösztöndíjat, amiből vagy mélyebb tudást, vagy más tudást adunk néki. Ez gyakorlatilag a jövő héten beadásra kerül, és tavasszal úgy tudom el is kezdődnek országos szervezettségben ezek a tanfolyamok. Hát legtöbbször a központokban, tehát azt tudjuk, hogy vagy Debrecen, vagy Szolnok, vagy esetleg Pest lesz az ilyen oktatási központ ezeknek a dolgozóknak. Tehát azt hiszem, hogy ők is régen várták, mert erre azért az elmúlt években inkább alapítványi segítségekkel volt mód, hogy különböző tanfolyamokra, vagy inkább kihelyezettet szerveztek önök is, hogy ne a dolgozóknak kelljen utazni, tehát ilyen kreditpont meg továbbképzéseket inkább itt tartottak eddig. Így van, illetve hát ekkora volumenben ennyi embert érintően nem lehetett kalkulálni. Egy-egy szorványos továbbképzés volt, de itt hát gyakorlatilag egy tízesével fogjuk az embereket most átképezni, ráképezni. Nyilvánvaló ez nem csak azért, hogy annak a dolgozónak még egy papírja legyen, vagy még egy diplomája legyen, hanem azért, hogy a betegeink számára még speciálisabb, még adekváltabb, még megfelelőbb kezelést, oktatást, gyógyítást tudjunk biztosítani. Akkor reméljük, hogy ebben az évben azért még tudunk hasonló pályázatokról beszámolni, sok-sok millióról. Azt hiszem, hogy az év akkor jól kezdődött a kórháznak. Hasonló jó évet kívánunk az év további napjaira is. Nagyon reméljük, hogy ez a folyamat megy tovább. Még egy pályázat ugye függőben volt, vagy kérdéses volt, a rehabilitációs pályázat, ahol az önkormányzati önerő kérdése, egy 235 millió forintos tétel volt még kérdés. Örömmel tudom tájékoztatni a lakosságot, hogy megvan a pénz. Tehát ez a beruházás is indul, és ami egy pici üröm az örömben, hogy tavasszal ismét építő konténereket, talicskákat, kőműveseket fognak majd látni az udvarunkon, ugyanis a pszichiátriai épületét el kell kezdeni átépíteni.
Nyilvánvalóan nem csak azért, hogy csinosabb legyen, szebb épület legyen, hanem a betegek, akik majd oda kerülnek, valóban méltó körülmények közt tudjanak gyógyulni. Úgyhogy amilyen mozgalmas volt 2012, hasonlóan mozgalmasnak ígérkezik 2013 is. Én ezúton is meg szeretném ragadni az alkalmat, hogy megköszönjem a betegeinknek egyrészt a szavazatot, másrészt azt a türelmet, amivel viselték ezt az építkezést, és hát hasonló türelmet egy picit kérnék tőlük 2013-ra is, de őértük építjük ezeket a, őértük csináljuk ezeket a beruházásokat, úgyhogy ha megint ilyen építési akadályokat fognak látni, akkor kérem a megértésüket, de remélhetőleg ott is hasonló tempósan be tudjuk fejezni a beruházást, mint a 2012-esben. És hát meg majd nézőinket folyamatosan fogjuk tájékoztatni arról, hogy éppen mikor kezdenek, és elmondjuk az éppen aktuális információkat. Én köszönjük szépen, és nagyon jó munkát kívánunk Önöknek. Köszönjük szépen, és állunk rendelkezésére a sajtónak mindig is.